2018 a Földkutya éve. Az év pillérének mindkét tagja Yang-föld tulajdonságokat hordoz, így az erőteljes földenergiák duplán erősítik egymást. Ez a támogatottságérzet és attitűd jelenik majd meg a hétköznapokban is, illetve a hozzánk hasonlók társaságát fogjuk ennek megfelelően különösen keresni és értékelni. Az év színei a sárga és barna, anyaga a föld, a kerámia, agyag, homok, beton, pozíciója a középpont. Az édes ízeket jobban kívánhatjuk, a testsúlyra különösen érdemes odafigyelni. Tudatosan megválogatni az ételeket, már csak a gyomor érzékenysége miatt is, ami a földelem gyengébb testrésze. Az időjárás várhatóan csapadékosabb lesz, illetve nagyobb áradásokra, földmozgásokra, csúszamlásokra lehet számítani. Mely tulajdonságaink erősödnek fel? Önbizalom, motiváció, kényelem, makacság, merengés, segítőkészség, önzés, bizalmatlanság, aggodalom, jó szerencse. Mely életterületek kerülnek előtérbe? Barátok, társasági élet, közösségek, csapatok, összetartozás, közös munka, közös célok és tevékenységek, építés, építkezés, új dolgok létrehozása, célok, tervek megvalósítása. Milyen tevékenységek támogatottak? Családi és baráti kapcsolatok ápolása, csapatmunka, spiritualitás, stabilitásra és biztonságra törekvés. Milyen tevékenységek kerülendők? Kéretlen segítség, aggódás, sérelmek és harag elfolytása, sértődés. Jó tanácsok! A Földkutya a Falkong konstellációk közé tartozik, ami különösen erőteljes, makacs karaktert jelez, aki könnyedén végigviszi az akaratát és eléri céljait. Ez a konstelláció idén mindenkinél megjelenik, és jótékony hatását a saját életünkön is érezhetjük, ugyanakkor az érem másik oldalát is érdemes szem előtt tartani, hogy mindenki más is rendelkezik most ezzel a szupererővel. Alázattal, együttérzéssel, megértéssel és toleranciával forduljunk másokhoz. A kommunikációt ne hanyagoljuk el idén sem, bár néha kényelmesebb csöndben maradni, mint a nyitott és értő kommunikációt gyakorolni, most ez mégis aranyat ér. Iratkozz fel csatornámra, hogy ne maradj le az elemek szerinti éves előrejelzéseimről se. A saját elemedet online asztrológiai naptárban tudod megnézni, a születési dátumod megadásával. A naposztlopban található zodiákus feletti elem lesz a saját úgynevezett önelemed. Jó.